Szekszárdon születtem 1955-ben. Általános iskolámat, a Babics iskolába jártam, középiskolát Palánkra a mezőgazdasági gépészeti szakközépbe. Mikor véget ért az iskola, akkor ott volt a kérdés, hogy mit csináljak tovább. Mondta egy nagynéném férje, Csankó Zoltán, hogy gyere hozzám, tanult ki a szígyártó mesterséget. Így történt, hogy én szígyártó lettem. A szakmai gyakorlatot nála végeztem, az 505-ös ipariskolába pedig az elméleti képzést kaptam. Az egészben az volt a legjobb, hogy nem csak a mesterségre tanított meg, hanem a munka szeretetére is. A mesterséget valamilyen szinten meg lehet tanulni, de az, hogy a munkát, hogy az ember valamit elkezd reggel csinálni, legyen az bármi, és estére elér valahova. Hogyha ez így kész, ha a munka öröme megvan, akkor már a mesterségbeni tudás is meg lesz. 4 fogadhajtó világbajnoknak készítettem lószerszámot, úgy, hogy az én szerszámomban, amikor versenyeztek, akkor lettek világbajnokok. Bárdos Györgynek, Juhász Lászlónak, Kecskeméti Lászlónak, és egy német fogadhajtónak, Johann Böhlernek. Egy érdekesség, amikor Bárdos György világbajnok lett 1984-ben Szilvásváradon, akkor kaptam az akkori Mindesgazdaság igazgatójától egy 6x9-es fényképet, amelyik fényképen Rudolf trónörökös koronázási szerszáma szerepelt, amit Horthy Miklós ajándékozott neki az esküvőjére. Ennek a szerszámnak kellett a mását elkészíteni. A tanítómesteremmel több mint fél évig készítettük ezt a 4-es szerszámot, de olyan jól sikerült, hogy abban az időben volt egy olyan versenyszám még a fogadhajtásban, hogy bemutatás. És Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg is versenyzett akkor, az angol csapatnak tagja volt, és Bárdos György ugyanolyan kevés hibapontot kapott, mint Fülöp herceg. Ugye, ha már Fülöp herceg eleganciáját megközelítjük, az már valami, ugye azt megelőzni viszont nem lehet. Szekszárdot Európa számtalan városába képviseltem, így többek közt Argentánban, Párizsban, Bernben, Szent Nikolaszban, Bayreuthban, Salzburgban, Besztercebányán, Pozsonyban, Szekszárd testvérvárosában, Bittigheim-Bissingenben. Minden helyre vittem magammal a szekszárdi bort, mert nagyon szeretem én is. És mindenhol nagyon örültek a szekszárdi bornak. Remélem ezáltal többen jöttek el Szekszárdra meglátogatni az itteni bort, a jó borokat, a szívélyes vendéglátást.